Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a ma esti beszédbe vezetőjében. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy Sunim fölkért, hogy ő előtte beszélhetek. Reggel négy órakor, amikor itt fölkeltem a Darmaterembe, én nagy várakozással voltam a beszéd iránt, hogy mit fog mondani ugyan Sunim. Hát egy kicsit érdekesré vált a reggel, amikor a reggeli után egy hosszabb beszélgetés során fölkért arra, hogy most én beszéljek. Erre én nem számoltam, lehet, hogy jobban jártam volna, hogy direktben jelentkezek, mert tegnap mondta, hogy a jelentkezőket nem fogja ide engedni. Pár szó magamról előjáróban. Én úgy érzem, hogy profi teremtőként, bocsánat, karmaterentőként dolgoztam évtizedeken keresztül. Sikerült magamnak nagyon sok mindent összeszedni, nagyon sok olyan dolgot megtettem fiatalként, gyerekként, amit most már nem tennék, az egyik legérdekesebb haragból kiinduló dolgom, szüleim vállása után 33 évig nem beszéltem édesapám élettársával. Ez a végén már csak engem érdekelt, és egy mondat hangzott el, ami megváltoztatta az egészet, és azóta beszélünk. Ez is mutatja, hogy mennyire tud változni az ember. Legalábbis én, de úgy gondolom mindenki más is. A karmateremtéseim során tovább tudtam menni, nagyon biztos voltam dolgokba, legbiztosabb saját magamba. Abba, amit tudok, abba, hogy dolgozom, abba, ahogy döntök. Visszajelzések sokszor nem engem igazoltak. Nagyon egyszerű dolgot próbáltam a külvilágra ráfogni, hogy a külvilág rosszul működik. Próbáltam a tükröket cserélni magam körül, Összetörni a tükröt, aztán kaptam egy olyan éles tükröt, hogy ebben nagyon jó megláthatom saját magam. Az éveim során eljutottam odáig, hogy már kívül nem találtam olyan dolgot, amit ére rá tudtam volna fogni, hogy amiatt van valami negatívum az életembe. És így elindultam befelé. Ebből a helyzetből kifelé vezető út szerintem befelé van. A befelé vezető utam során próbáltam több különböző rendszer, több különböző lehetőséget kisebb-nagyobb sikerrel, ám bár mivel nagyon ügyes vagyok egóba, ezért amit meg tudtam teremteni a különböző rendszerekbe, azt nagyon szépen vissza is tudtam írni. És mivel a tegnap ugyanolyan volt, mint a ma, ezért mitől vártam volna, hogy a holnap másabb lesz, Tehát múlt az idő. Egyre kevesebb lehetőség volt már arra, hogy hogy változtassak. Tavaly áprilisban egy jó ismerőstől kaptam egy videót, ahol Sunim beszélt. Feleségemmel nagyon sok ilyen videót nézünk. Elindítottam, a első pozitív élmény magyarul beszél. A szavak tényleg magyarul voltak. A mondatok már nem mindig, néha vissza kellett hallgatni, hogy mi is volt, értelmes volt a mondat, csak túl sok a végére rájöttem, hogy hát egy-egy mondatot meg tudok érteni. Az egész beszédet több meghallgatás után sem. Hát lehet, hogy több élet alatt sem. Még ezt nem tapasztaltam, de majd meg tudjuk. Egyre több beszédet hallgattam, egyre jobban magával ragadott az a stílus, amit a Sunim képvisel. Körülbelül két hónapra rá már itt voltam a templomban. Azóta, ha jól számolom, ez a negyedik alkalom, ahogy idejöttem, most erre a tíznapos elvonulásra, ténylegesen mit is ad nekem a zen? Én úgy érzem, hogy a legfontosabb magának a formának a megismerése. Annak a formának, ami segít bennünket a mindennapi életbe, legalábbis engem nagyon. Egyik oldalról, ami számomra nagyon fontos, hogy a, a forma nem tudása, egy nagyon nagy érték. Ez lehet, hogy most úgy furcsa hangzik, főleg itt a csoport egy részének. Én azért érzem nagy értéknek a forma nem tudását, mert én nagyon sok időt szántam a tökéletességre. Ami megközelíthető lehet, de elérni nem lehet. És pont ez, hogy belekerültem egy olyan formába, amit nem ismertem egyáltalán, nem tudtam, ez adott egy olyan lökést, hogy nem biztos, hogy a tökéletességre kell, hogy törekedjek ilyen szinten. A másik dolog pont ebből adódik, hogy elfogadták azt, hogy nem tökéletesen csinálok valamit. Elfogadták azt, hogy a tányér összekóccan, elfogadták azt, hogy nem arra áll a kanál, amerre állni kellene, lehet, hogy a vízbe éppen van valami, de így is jó vagyok. Nekem ez egy nagyon fontos dolog volt. És szintén fontos dolog, amit itt köszönök mindenkinek, hogy a szanga így egybe van. A déli éneknél, felajánlási ének alatt éreztem egy olyan érzést, hogy jó itt lenni. Jó köztetek lenni, jól érzem magam. Ez mindenki hozzátett. Mindenki hangja benne volt a dalba, mindenki teljes szívvel, lélekkel itt volt. Ezt csak köszönni tudom mindenkinek. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ami még számomra nagyon fontos az ember, az, hogy ad egy olyan elvonulási lehetőséget, amit a saját magam által forgatott mókuskerékből való kilépésnek tudok értékelni. Nagyon sokszor túlpörgetem saját életemet, környezetemet is, akár akaratukkal, akár akaratuk ellen. Itt megtaláltam azt a lehetőséget, ahol offline módon le tudok ülni, végig tudom gondolni a napjaimat, a heteimet, a hónapjaimat, amik voltak, amik lesznek. Megvan a belső és külső csend is, ezért tényleg a jelenbe tudok lenni. Itt és most tudom átgondolni azt, ami történt, azt, amit tervezek, de nem az a fontos, ami volt, és nem az a fontos, ami lesz, hanem ami most van. Számomra ez egy nagyon nagy értéke ennek a közösségnek és magának az ennek. Alföldi emberként nagyon sokszor úgy gondoltam, hogy elég messzire tudok látni. Elég messzire tudok nézni, messzire tudok tervezni. Egy ideig ez így is volt. Egy idő után megjelentek a fák, utána az erdő, aztán már a fától nem láttam az erdőt, és végül már a cél is elveszőbe volt. Nagyon nagy segítséget jelentett nekem az, hogy itt a domboldalba föl tudok ülni, magamba szét tudok nézni, rá tudok nézni erre a tájra, rá tudok nézni a fákra, az erdőre, a célra, és látom azt a kis kusza, ám bár néha össze utat, amit sokszor a cél felé, de nagyon sokszor a céltól távolodva teszek meg. Ez nekem nagyon nagy segítség abba, hogy a saját életemre is adjon egy rálátást, hogy tényleg hova is tartok. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy a, a célért dolgozunk. Igen, a cél az ott van valahol, de valójában az út az, ami számunkra a legfontosabb, vagy legalábbis számomra a legfontosabb. Ebbe ad nagyon nagy segítséget, hogy az úton való tévegésbe, az úton való megtartásba, merre is induljak. Tehát a zen számomra az úton való járás egyik alapeszközévé vált. És még egy dolog. Én nagyon büszke voltam arra, hogy mit tudok, mit tanultam meg, gyakorlatilag amit elém adtak, mindent meg tudtam tanulni. És utána találkoztam egy könyvvel, 208 Neki Nekiültem, tapasztalatból, tudásból, végigolvastam, egyet se tudtam megoldani. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm, mert igazán így sikerült ráébrednem arra, hogy a lexikális tudásnak, tárgyi tudásnak megvan a maga ereje és a maga helye. Viszont az intuíciónak és a megérzésekkel való gondolkozásnak is meg tudtam találni így a helyét. Úgyhogy számomra ez volt az egyik legnagyobb fölismerés, hogy hiába Tanulok akármeddig, a tárgyi tudásom mindenre nem lesz elegendő és nem lesz jó. És még egy nagyon fontos dolog, ami tegnap elhangzott: hogy most a tíz napra én azért jöttem, hogy az itteni szanga segítségével meg tudjam haladni azokat a dolgaimat, azokat a szokásaimat, azokat az elvárásaimat, ami fogva tart és egy jobb avatárt tudjak összerakni saját magamnak. Saját magamnak, a környezetemnek, és minden érző hogy kevesebbet szenvedjek, hogy kevesebbet szenvedtessek. Köszönöm szépen!